magyar válogatottban mit érzel most így a mérkőzés után, ráadásul a győztes meccs után? Ez nagyon jó hangulat volt, és nagyon örülök, egy büszké vagyok, ez a N csapat. Ugye novemberben már vettél részt összetartáson a válogatottnál, decemberben kaptad meg az állampolgárságot, és hát most februárban meg is van a bemutatkozás. Csajokkal összeszoktál már itt a csapatnál? Igen, mindenki nagyon barátság és segíts nekem, szóval ez nagyon jó és nagyon profi csapat és játékos. A görögök ellen világliga mérkőzésen mutatkoztál be a válogatottal, itt pedig a hollandok elleni nyertes meccsen kétszer is betaláltál a kapuba. Ott az elsőnél mennyire kellett fújni a labdát befelé? Hát igazából ez egy mondhatjuk szerencsés gól is volt, mert láttam, hogy jön ki Laura, így gondoltam, hogy akkor rálövöm, és akkor pont bele is ért, és pont bement. Szerencsés volt. És a másodikat is idézzük fel, akkor az hogy született? Hát beforgattam a beket, és belőttem. Az a könnyű volt. Ugye említettem, hogy nem ez volt az első mérkőzésed a válogatottban, de hát szinte újoncnak számítasz itt. Mennyire szoktál már össze a lányokkal? Hát ez természetes, ugye második mérkőzésen még újoncnak számított, de ugyanúgy a tizedik el is annak fog, még úgy fogom érezni. Hát még összeszokottságról szerintem annyira nem beszéltünk, hiszen volt eddig egy két edzéssel indultunk ugye Görögországba, illetve most volt egy ötnapos edzőtáborunk szerint, úgy számolom. Hát gyakoroltunk nagyon sokat, ugye a kanadaiak ellen, úgyhogy próbáltunk így összeszokni, de még nagyon sok van a végéig. Nagyon felemelő érzés, hogy itt lehetek, ugye csak olimpiai bajnoki harmadik helyzetekkel játszhatok, ami felemelő érzés, illetve Keszhelyét a személye is nekem nagyon sokat jelent. Mennyit? Hát rengeteget, hiszen kiskoromban még ugye, amikor Szentesen játszott, én nemrég akkor kezdtem ugye vízilabdázni, és amikor megtudtam, hogy jön, akkor az volt az álmom, hogy majd egyszer vele játszhassak együtt. Most találkoztam vele ugye először, hiszen az előző válogatott meccsen ő nem volt, Görögországban ugye. Nagyon kedvesen fogadott, nagyon sok tanácsot adott, illetve nagyon segítőkész. 5 éve már itt játszom Magyarországon, a Dunaújvárosban. Mikor fogalmazódott meg benned, hogy ott hagyod a francia válogatottságot, és inkább a magyart választod? Olimpik után nagyon sok beszélünk a kapitán és a csapat, és nekem minden nap edzünk sokan, és mindenen nyerni akar, és Magyarországon az jobb csapat, és ez egyszer az aránya Párizs olimpik. Tudod, hogy viszont Párizsban nehezebb utat választottad, hiszen a francia válogatott ott lesz biztosan, a magyarnak meg ki kell harcolnia, állsz a kihívás elébe? Mindig mondta, én vagyok a magyar Arson, és tanuló vízilabda itt, és nekem örülök, és büszke, hogy magyar vagyok, és menjünk a Párizsba nyerni akarok. Azért még előtte a helyedet is ki kell harcolni itt a válogatottban, centerposzton nagy a harc, hogy érzed? Ez jó, szerintem ez fontos, és nekem ez the most important is becoming a better what player, and if someone is better than me, I'm happy because the Hungarian team will win, and I will fight every day to become the best, and this is important. Hát ugye nagyon jó centerek vannak előttem, mondhatjuk ugye a Rebecca Parks, aki sajnos nem tudott játszani. Ő is egy hatalmas fejlődésen ment keresztül, amikor ugye idejött Magyarországra, és mondhatjuk, hogy a világ egyik legjobb centerévé nőtte ki magát, úgyhogy van kitől tanulnom szerencsére. És nagyon boldog vagyok ugye, hogy itt lehetek, és hát majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Bíró Attila győztes meccs után, amint két gólt is dobtál, megdicsért? Igen, megdicsért, és nagyon jól esett, hogy a dicséretet. Mit szólsz ahhoz, hogy a magyar női vízilabda válogatottat a Futball Ultrák, a Carpe Diem Brigád buzdítja? It's first time they were here for cheering my team and not against us. Me, szóval I had a really goosebump and it's really impressive. Hát eszméletlen felemelő volt, hiszen ennyi szurkolót, még ugye én mondhatom, hogy nem élhettem még ilyet, tehát hogy a hazai környezetben ennyien nekünk szurkoljanak. Nagyon boldog vagyok, hogy eljöttek és támogattak minket, hiszen ez a sportágunknak jó, és mind nekünk is.